Ki táncol? Apa. És? Anya. Jaj, de jó! Bedöntés! Sziasztok, jó reggelt! Ez már a hetedik nap, mi pedig épp úton vagyunk az állatkertbe, ahol is az Eppendet fel lesz egy fotózásunk a Lulival együtt. Úgyhogy majd megpróbálok ott is csinálni pár felvételt, bár elég izgulok, hogy a Laurával ezt fogjuk együtt kivitelezni, de egyelőre nagyon jó kedvű. Úgyhogy reméljük, minden jó lesz. Szia, Lulu! Most te? Aha. Aja. Tessék, édesem. Na, sziasztok, hazaértünk. Luli aludt 10 percet a kocsiban, úgyhogy mányi volt a szemet a alvás. Ahogy hazaértünk, kipattant a szeme. Azóta pedig mint egy kis bugocsiga mászkál felfelé. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor a mai videóban azokról a dolgokról beszélek, amiket mi beszereztünk Laurának, és nagyon-nagyon szeretjük. Az egyik, ez például az indián sátor. Folyamatosan ezzel játszik egyébként, Laura mindig beül ide, és akkor ott molyol, meg könyveit beviszi, esténként ebbe olvasunk esti mesét először, és akkor csak utána megy át az ágyába. Úgyhogy ez egy nagyon kis aranyos, kis kuckós ötlet. Akkor utána a játéktárolók, amik nagyon-nagyon jó dolgok, mert elnyelik a kupit. Megmutatom az én kedvenceimet. Nyilván az egyik kedvencem az, amit én terveztem. A baby zombor, ugyebár. Akkor a másik, ezek a cucc zacskók. Abba inni való van? Kocintunk? Kocintunk? Na jó, köszi. Amit még én nagyon szeretem, és erről van egyébként egy külön videó is a csatornámon, az ez a Philips légtisztító, és egyben párásító is. Akkor egy következő must have szerintem az a légzésfigyelő. Mi ezt már nem használjuk, úgyhogy nem tudom megmutatni, de ugye ezt az ágyba kell belerakni. Nagyon jó ötlet, van ilyen kis zenés körforgója. És ami nagyon jó kis praktika, hogyha ezt a körforgót megveszitek még akkor, amikor terhes vagy, és elkezditek a zenét játszani a pocakodnak, mert megismeri utána és megnyugtatja. Akkor az egyik legjobb játék ötlet szerintem egy gyereknek, az ez a babakonyha. Nem feltétlenül ez, bármelyik. Van egy egész kosarunk, tele ilyen mindenféle zöldség, meg ikás, játék, edények, mindenféle. Sokan kérdeztétek azt is, hogy mit kapott most idén Laura a másik színapjára. Csörömpölés a háttérben. Tavaly ugye csináltuk neki az ABC-s könyvet, és idén is szerettem volna valamilyen olyan könyvet csinálni, ami tetszett neki. Úgyhogy most egy ilyen mesekönyvet csináltam neki, amiben igazából a képeket, ezt ugye nyomtatták, és kézzel vannak benne mesék megírva. Egyelőre annyira nem értékeli, de remélem, hogy később majd azért jobban fogja. Most a Bogyó és Babóca könyvek és a Boribon könyvek a nagy kedvencek, úgyhogy egyelőre labdába se rúg. Akkor amit még kapott a szülinapjára, ez egy bicikli, ez a három kerekű
pedálozós, már picit lehet kormányozni, de hátulról fogni kell. Laura elképesztő pakolásban van mögöttem. Két vagy? Minden könyvet oda vittél? Nagyon ügyes vagy. Mi a legjobb játék az nagyjából az, ha bármit lehet pakolni, műanyag üveget lehet nyomkodni, az az összes ajándéknak mindig a csomagolása a legizgalmasabb és hasonlók. Úgyhogy szerintem ami az egyik legfontosabb az az, hogy ilyenkor ne zavarjuk meg őket, hanem hagyjuk, hogy játszanak. Beszúlunk! Na, ma szerettem volna kivételesen nem a fürdőszobába elköszönni tőletek, úgyhogy most itt a vacsora készítés közepette búcsúzok. Remélem a mai videó is tetszett, annak ellenére, hogy ez most eléggé ilyen össze-vissza volt, mert amikor nincs Bölcsiben Laura, akkor nyilván nem azon van a hangsúly, hogy mindenképp tökéletesen vegyem fel ezt a vlogot, úgyhogy a mai egy ilyen igazi, amikor sikerült, akkor csináltam videót nap lett. Egyébként most ugye készül a vacsi, nemrég töltöttem fel a videót, amit ugye tegnap vettem fel, de ma vágtam meg, és Laura épp fürdik, utána pedig meseolvasás lesz, vacsi és ilyesmik. Úgyhogy legyen szép estétek, és holnap találkozunk. Sziasztok!